Nagyon sok ilyen és ehhez hasonló kellemes dallamot hallhatott a közönség a Bonyhádi Bartók Béla zeneiskola tanárainak tolmácsolásában. A március végén a Művelődési Házban zajló koncerten nem csak szórakoztatták a nagy érdeműt, mondja a zeneiskola részfúvós tanára, pedagógiai célt is szolgált az előadás. Fontos, hogy a gyerekek lássák a tanáraikat is, mert ugye mindig arra tanítjuk őket, hogy hát a szereplés az milyen nehéz, és hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy ezt mi is így érezzük, bár ugye mi sem vagyunk napi szinten gyakorló előadó művészek, és évente mindig erre a koncertre készülünk, és tényleg nagy lelkesedéssel készül az egész tanári kar. És nagyon fontos, hogy a gyerekek lássák, hogy a tanáraik csak nem beszél, nem csak beszélni tudnak a zenéről, hanem hát ezt gyakorlatban is tudják csinálni. Mindenki által kedvelt darabok hangzanak el, és mindenki annyit játszik, amennyit szeretne, tehát nincs megkötés se műfajilag, se mennyiségileg, úgyhogy Németh Orsolya például 3 hegedű darabot is előadott. Jó magam, Saint-Saëns, Sámson és Delila operájából a Delila áriáját játszottam trombitán, illetve a Szánykürtön, és hát ami érdekes volt, hogy például Kajsza tanár úr egy cselló darabot játszott harsonán. Tehát nagyon színes, vidám zenék is hangzottak el, tehát a komoly zenék mellett igazán vidám, kicsit vicces hangszerelések is megszólaltak, tehát hogy kicsit a hangulatot oldva ezzel. Ugye részfúvós hangszereket oktatok, és én vezetem az iskola 2 fúvózenekarát is, egy gyermek fúvózenekart és egy ifjúsági fúvózenekart is. Úgyhogy hát ezekkel azért igyekszünk megmérettetni magunkat. A koncerten a világhírű zeneszerző Ennio Morricone szerzeménye is felcsendült. Egy darabot játszottunk ugye a végén, minden évben most már 5. éve hagyomány, hogy jó magam hangszerelek a tanári meglévő hangszerekre. Ugye akik részt vesznek a koncerten, azokra a hangszerekre valamit. És hát igyekszünk mindig mást. És idén tulajdonképpen van egy kis aktualitása annak, ami elhangzott, egy Morricone feldolgozás, hogy Morricone 2 híres filmzenéjéből, Volt egyszer egy vadnyugatból, és a Jó, a rossz és a csúf filmből, amelyet egy fúvózenekari feldolgozás alapján én átírtam a zeneiskola tanárainak a részére, a itt meglévő hangszerek részére, és ugye hát az az aktualitása, hogy Morricone ma is aktív, és 90 éves, és nem tudom, hogy zenét szereze még, de ugye nem olyan régen még a Sorstalanság zenéjét is ő szerezte.